Az ellenfél és az eredmény azonos, 1996-ban a Népstadionban Orosz Ferenc góljával 1 0 győzött a magyar válogatott a finnek ellen, igaz akkor VB selejtezőn, a kapuba Sáfár Szabolcs áll, aki 40 évesen még mindig játszik Ausztriában, a harmadik ligás Ritzingben, ő a vendégünk most, szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Szabos, kezdjük ezzel a válogatott mérkőzéssel, amit a mostanival, erről a mostani magyar finnről és az ott látott magyar válogatott produkcióról mi a véleményed? Hát sajnos én nem láthattam a mérkőzést, mert aznap mi is játszottunk az utolsó fordulónk pont szombatra esett. De hát egy pár információt azért hallottam a mérkőzésről, azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy egy óra sikerült ezt a mérkőzést begyűjteni, és a legfontosabb három pont, három pontot megszereztük. Azt hiszem, hogy az, hogy milyen hol kell javítani a, a játékunkon, azt majd a, azt majd a, szövetségi kapitány kielemzi. De azt hiszem, hogy a, az eredmény jól sikerült, és emiatt, emiatt ez, egy, ez egy jól sikerült mérkőzésnek titulálható. Az, hogy a szövetségi kapitány kielemzi, itt most a legnagyobb kérdés talán az, hogy melyik szövetségi kapitány, tehát ki lesz az? E ebben, a, ebben a vitában szerinted, ö, ugye te is egy olyan futbolista vagy, aki hosszú évek óta külföldön ö, szerepel, ö, szép karriert futott be, ö, úgymond le is telepedett, ö, Ausztriához köti a munkáját, és valószínűleg hosszabb távon is oda fogja kötni. Hát mit tud ebben a helyzetben Dárdai Pál csinálni? Hát ö, nehéz másnak a, a fejével gondolkodni, meg, meg biztos van nagyon sok olyan körülményes tényező, ami amivel én nem vagyok tisztában, és ami befolyásolhatja majd a döntését. Azt hiszem, hogy nehéz döntés lesz mindenféleképpen, sok mindent mérlegre kell tennie. Aztán, hogy mi neki a legjobb, meg a magyar futballnak, az majd, az majd utólag derül ki. a te pillanatnyi benyomásod szerint a magyar futballnak mit tenne jót, a magyar válogatónak mit tenne jót, hogyha maradna? Hát ez attól függ, hogy az ember rövid távon vagy hosszú távon uh -huh. gondolkodik. Én úgy gondolom, hogy azért a, a, a szakmai fejlődésének azért a palinak is jót tenne, hogyha nap mint nap edzéseket vezetne, készülne, elemezné őket, mint hogy hát ugye mint szövetségi kapitányként azért, azért jóval kevesebb a, a napi munka, meg a, az edzői tapasztalat. Úgyhogy ezt is biztos latba kell majd venni, vetnie, aztán majd ő meghozza a számára és a, a, a magyar futball számára a legjobb megoldást. Hasonló küzdéssel, mint amit a finnek ellen mutatott a magyar válogatott, meddig lehet jutni? Ez egy nagyon különös csoport, keresztbeverések, kapitányváltások, ennél fogva szerintem talán még a tavasz se igazán látható, milyen lesz az a görög csapat az új edzőjével, meddig tart a, a, a ferőeriek vagy az északírek jó szereplése. Szóval közel van ez az Európa, eddig láttatok már, jóval közel van ez az európa Bajnokság? Hát szerintem a futball ezért, ezért szép játék, mert még mert a következő mérkőzést is nagyon nehéz, vagy a következő akciót is nagyon nehéz megjósolni. Azt hiszem, hogy még ebbe a, a, a csoport csoportmérkőzések során még nagyon sok meglepetés lehet benne a pakliba, úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy minden remény megvan arra, hogy, hogy számunkra kedvező helyet tudunk elérni a csoportba. Amire, amire az egész magyar futballnak nagyon nagy szüksége lenne. Mennyire figyeled a magyar kapusokat? Úgy tűnik, hogy amikor bárki is a szövetségkapitánya válogatottat össze kell állítani, akkor kapusposzton hát bőséges a választék. És akkor most gondolok a külföldön védő kapusokra, de gondolhatok a, a hazai bajnokságban szereplőkre is. Hát úgy gondolom, hogy az egy szövetségi kapitány mindenképpen egy... egy egy kedvező felállás, hogyha, hogyha ugyanarra a posztra sok arra alkalmas játékos közül kell a megfelelőt kiválasztania, úgyhogy, úgyhogy szerintem ebben, ezen a poszton sincsen különösebben nagy gondja. Szerintem eddig bárkihez nyúlt, meg az előző kapitányok is bárkihez nyúltak, azért megfelelő teljesítményt nyújtottak, úgyhogy úgy gondolom, hogy csak a jók és a még jobbak között kell választani. Miért van az, hogy kapusokban, ilyen értelemben jobban tartjuk a színvonalat, a nemzetközi színvonalat, mint általában a mezőnyjátékosoknál? Tehát hát a magyar kapus piac képesebb mindenképpen, mint általában a posztok többsége? Ezt nehéz megmondani. Elképzelhető, hogy a kapusképzés képzés posztján jobban állunk, mint, mint, mint az egyéb edzői minőségben. De hát én ennek, ennek csak örülök, és azt hiszem, hogy minél nagyobb a konkurencia, annál, annál jobb teljesítményekre vannak a, a játékosok rákényszerítve, úgyhogy ez, ez mindenképpen a, a válogatott, és ebből csak profitálni tud. Na azt mondom meg, ugye említetted, szombaton játszottatok, az Olena ellen játszottatok, kaptál két gózt, de győztetek. Hogy ment a védés, hogy megy a védés, és meddig fog menni a védés meg? Hát meg is a két gólon kívül túl sok dolgom nem volt, úgyhogy, úgyhogy, általában a mérkőzések nagy része az, a mérkőzések nagy része az így telik el, hogy, hogy mi birtokoljuk a labdát, sokkal hosszabb időn keresztül általában a, hát az, akciók, a igen. az akciók nagy része az ellenfél kapuja előtt zajlanak le, úgyhogy általában kevés dolgom van, sajnos ezúttal két-három helyzetből kaptunk két gólt, de, de nem voltak igazán védhetőek, úgyhogy, úgyhogy sajnos tehetetlen voltam Na most uh, itt a, a, az élvonalbeli szereplés a legutóbbi inzulki szereplés után ez te amolyan um, ilyen pályafutás lezáró, levezető évnek vagy éveknek szállnod, te meddig akarsz védeni? Hát ezt, ezt nem nagyon lehet tervezni igazából, 35 fölött az ember már csak évről évre tervez. Még Innsbruck után úgy gondoltam, hogy fizikálisan vagyok olyan állapotban, hogy tovább tudjak játszani. Elvileg nem volt olyan edzői ajánlatom, amit feltétlenül el kellett volna fogadnom, úgyhogy úgy gondoltam, hogy, hogy még egy évet mindenképpen játszom. Aztán hát végül is a, a, a célok között szerepel, hogy, hogy szeretnénk felkerülni, úgyhogy ilyen szempontból. Volt egy bizonyos perspektíva is ebbe, a, ebbe az ajánlatba, úgyhogy majd meglátjuk, hogy, hogy bírom-e még egyáltalán jövőre is, és főleg, hogyha esetleg felkerülnék. Hát igen, Akkor mert az egy másodosztály... perspektíva, nem osztrák másodosztályban. Így van, fölötti, így van. Nem? Hát igen, igen, de fizikálisan azért ez még, még nagyobb megterhelés. Nem tudom, hogy azért a távolság miatt ez működne egy, egy profiligába is. Úgyhogy hát majd meglátjuk ezt a megfelelő időbe kell majd hát minek, minek után a Pápán például Szűcs Lajos is hasonló korosztály és véd stabilan, sőt az NBA egy legjobb kapusa, mit mondanál arra, hogyha mondjuk egy magyar NBA egyes ajánlatot kapná? Én minden ajánlaton elgondolkodom, úgyhogy, úgyhogy ha, ha ilyen ajánlatot kapnék, akkor, akkor mindenképpen megfontolnám de mivel ugye a, a, család Bécsben él, és ott van a, 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 központunk, ezért, ezért a távolságnak is nagy jelentősége van. Úgyhogy túl sok csapat ilyen szempontból nem jött úgy, szóba. Úgyhogy szűslő retteghet pár mondhatjuk azt. Egyébként, hogyha már így alakult a karriered, hogy félig meddig ugye osztrákká E, ugye kettős állampolgár vagy amolyan um, monarchia beli polgár lettél, hosszabb távon is maradni fogtok? Tehát előbb-utóbb edző leszel és edző leszel Ausztriába, ez a célod? Igen, így igaz, így igaz, szeretnék én is az ott utánpótlásba elhelyezkedni e, elsősorban. E, két éves tapasztalatom van már, mert az Innsbruck csapatánál foglalkoztam fiatalokkal az edzői papírjaim is megvannak, úgyhogy elvileg, elvileg, minden feltétel adott ahhoz, hogy, hogy bármikor az edzői karrierembe belevágjak és ebben nagy segítséget fog az jelenteni, hogy az osztrák foci szakma ugye egy olyan életmű adott neked legutóbb, ami azt jelenti, hogy azt gondolják Ausztriában, hogy neked mondjuk Tony Polster vagy Mario Haas mellett van a helyed az osztrák foci történetben. Hát ezért talán, talán ebbe a kategóriában nem tartoznék bele, azért a, főleg a Polster az ez tényleg egy kiemelkedő egyéniség volt az osztrák futball és hát az osztrák válogatott életébe. Úgyhogy oda talán nem sorolnám magamat, de, de mindenképpen nagyon jó esett, hogy egy ilyen komoly elismerésbe lehetett részem, és hát nagyon büszkés vagyok rá. És azt mondd végül, hogy ha az osztrák és a magyar futballt összehasonlítod, akkor mi az, és miért van az, hogy az osztrák futball, hát mondhatjuk azt, hogy az osztrák futball jobb. Hát, ha a klub szinten megnézzük, volt csapatot a Salzburgot, vagy ha megnézzük a válogatottat, ez miért van? Hát igen, mondjuk a Salzburg az, az, az egy kiemelkedő történet, tehát azért nem minden osztrák klubnak van, vannak olyan lehetőségei és háttere, mint a Salzburgnak, de ettől függetlenül ők talán egy picit előbb elkezdték a az utánpótlás nevelésre helyezni a hangsúlyt, és hát ennek most értek be a, a, a befektetett energiái, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen most utánpótlás szinten is tényleg komoly eredményeket értek el, a felnőtt válogatottjuk is vezeti most a, a csoportjukat úgy gondolom, hogy talán most klub szinten nem helyezkednek el olyan jól, mint mondjuk tavaly, amikor az Ausztria ugye a BL be is bejutott, de, de szerintem csak ez egy átmeneti állapot. No, hát minden esetre Szabos, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor jó védés még minél tovább, hogyha jól megy, meg jól bírod. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.